Az Európai Parlament jobboldali képviselői lemondásra szólították fel a máltai miniszterelnököt. Szerintük a két évvel ezelőtti újságíró gyilkosság szálai a kabinetig vezetnek. Muscat miniszterelnök az ön hivatali ideje alatt a miniszterelnöki hivatal érintett volt egy gyilkossági ügyben. Mit nem tudunk még? Le kellene mondania, mondta egy néppárti képviselő. Joseph Muscat miniszterelnök azt ígérte, január végén távozik a hatalomból, ezt azonban nem fogadják el a szigetország lakosai és az ellenzék sem. Szeretnénk, ha a világ tudná, hogy nem minden máltai azonosul Joseph Muscat bűnözői köreivel. Ha a világ Máltára néz, látniuk kell, hogy az emberek tiltakoznak, mondta egy másik néppárti képviselő. Joseph Muscat miniszterelnök nem jött el a vitára, pártársai jogállami reformokat ígértek. Azért vagyok itt, hogy kiálljak egy országért, amely meghallgatja a javaslatokat, de visszautasítja azokat, amelyek károsak lehetnek Málta lakosságára nézve, mondta egy szocialista EP képviselő. Szerdán az Európai Parlament arra kéri majd a bizottságot, hogy kezdjen párbeszédet a jogállamiságról a máltai kormánnyal.